Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai Bonyhádi naplóban. Több mint 600 millió forintos iparűzési adó bevétele volt tavaly Bonyhádnak. Utak épültek a zárt kerti övezetben. Retro majális szervezett a Bonyhádi gondozási központ. Új játszóteret adtak át Majoson. Arany és Petőfi barátságának 2 éve a színpadon. Zárszámadással és az önkormányzati tulajdonban álló cégek beszámolóiról is tárgyalt a Bonyhádi képviselőtestület. A 2021-es évben több mint 671 millió forint iparűzési adóbevételt realizált a város, ami a polgármester szerint soha nem látott mértékű. Törvényi kötelezettség, hogy május 31. napjáig minden önkormányzata tulajdonában álló cégek beszámolóit és üzleti tervét kell tárgyalnia, elfogadnia azokat. A megszokottnál így sokkal több napirendi pontot tárgyaltak a képviselők Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere arra kért és kapott felhatalmazást, hogy ezen cégek taggyűlésein érvényesíthesse az önkormányzat, mint tulajdonos szavazati jogát. Ezen kívül elfogadásra került a zárszámadásról szóló rendelet, melyben 2021-et illetően igen komoly eredményt könyvelhet el az önkormányzat. A zárszámadás az a rendelete gyakorlatilag az önkormányzatoknak, ahol minden szám az elmúlt év gazdálkodásáról a helyére kerül, és örömmel számolhatok be arról, hogy a 2021-es év annak ellenére, hogy még veszélyhelyzetben és körülbelül fél évig a járványhelyzet is alapvetően befolyásolta és meghatározta a működésünket, mind az önkormányzatét, mind a hivatalét, illetve az önkormányzat intézményeit, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a köznevelési intézmények zárva voltak az elmúlt év közepéig, akkor talán még nagyobb örömre ad okot, hogy egyrészt nagyon magas iparűzési adó bevétele volt a városnak, gyakorlatilag soha nem látott mértékű, 671 millió forintot is meghaladta az az összeg, amely befolyt a város kasszájába, és ez azért nagyon jelentős, mert egy önkormányzatnak alapvetően ez a legnagyobb és legjelentősebb bevételi forrása. Ezekből lehet mindenféle közjóléti dologra fordítani a város költségvetéséből, amit a lakosság közösen tud használni, utak, járdák felújítására és sorolhatnám hosszasan, ezért erre nagyon örültünk ennek a ténynek. Kicsit félve terveztünk, és azt meghaladóan is érkeztek be ezek az összegek. Bonyhádváros polgármestere hozzátette, sokan vélekedtek úgy, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a kormány elvett a településektől bevételi forrást azzal, hogy csökkentette az iparűzési adó mértékét. Filóné Ferenc Ibolya más megközelítésből tekint az intézkedésre. Én ezt úgy pontosítanám, hogy a kormány támogatta a kis és közepes vállalkozásokat, hiszen a kötelezettségüknek a 2%-os adó megfizetéséről csak 1%-ra csökkentette ezt az összeget, ezt a mértéket, és azt a hiányzó 1%-ot maradéktalanul kompenzálta a 25 ezer lakosnál kisebb települések számára, így Bonyhádváros önkormányzat számára is. Ilyen tételben 120 millió forint folyt be a város kasszába, ezért ez a bevétel, illetve az a gazdálkodás, amelyet folytattunk az elmúlt évben, és amit már hosszú évek óta tudatosan véghez viszünk, tette lehetővé azt, hogy az év végét olyan kötelezettségek nélküli maradvánnyal zárhattuk, ami még szintén soha nem látott mértékű volt a városban, az önkormányzat életében meghaladta a 421 millió forintot, és ez azért nagyon fontos, mert ezzel az összeggel meg tudtuk alapozni az idei év működését. A Ficánka óvoda is lehetőséget kapott a bővítésre. Itt eddig 4,5 csoport működött, most ezentúl szeptembertől 5 csoportban tudnak dolgozni az óvonők. Ez alapvetően a szülői kéréseknek, igényeknek a kielégítésére szolgál. Örömmel teljesítettük, hiszen azt jelenti, hogy nő az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma, és bízom abban, hogy találunk is olyan óvonőt, aki majd ebben a csoportban plusz egy főként a fél csoportot egészé téve, hiszen minden óvodai csoport 2 óvonőt és egy dajkát feltételez, meg tudja kezdeni a munkáját 2022. szeptemberében a következő nevelési évben. A város cégei között egy leginkább vitatott és sokszor tárgyalt vállalkozás ismét napirendre került, de ezúttal ez a szervezet is pozitív mérleg miatt vált fontossá. Valóban a Vipen Kft-ről hosszasan lehetne beszélni, hiszen ebben a képviselőtestületben, vagy azt megelőző testületekben is nagyon sokszor napirendi pont volt
ennek a cégnek a működése. Egy nem mindennapi konstrukcióban kezdte meg a működését, projektfejlesztéssel, csarnoképítéssel ez a cég, akkor még több tulajdonossal. Mára elértük azt, ami a szindikátusi szerződésben, ami megalapozta ennek a cégnek a működését. Gyakorlatilag mindent végrehajtottunk, és ennek eredményeként az a hitel, amely felvételre került a csarnoképítéskor, az már idő előtt, hiszen 2024. decemberében járt volna le ez a hiteltörlesztés, már több mint egy éve befejezésre került. Azok a béleti díjak, amelyek bevételként jönnek a Vipen Kft-be, azok maradéktalanul teljesülnek hónapról hónapra, tehát rendszeres bevétele van ennek a cégnek, és mára már szintén a szindikátusi szerződés értelmében két tulajdonosa van csak ennek a cégnek, a Bonikom Kft. És az önkormányzat, úgyhogy mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a Bonyhád Város önkormányzat a tulajdonosa ennek a cégnek. És igen, első év volt az, amikor ilyen magas mérlegfőszeggel 47 millió forint eredménnyel zárt a cég, úgyhogy erre büszkék vagyunk, bízunk benne, hogy nagyon sokáig még segíti az a város működését, hiszen most is tárgyaltunk egy olyan napirendi pontot, amely szintén ezzel a céggel az üzleti terv, illetve a beszámoló elfogadásán kívül számítunk rájuk, az ipari park fejlesztésről is döntöttünk. Egy Ipari Park 3 címen egy újabb projekten dolgozunk, ahol már a tervezéseket szeretnénk megkezdeni, és arról döntött a képviselőtestület, hogy a tervek megrendelését a Vipen Kft. Fogja megtenni, hiszen konzorciumban szeretnénk velük együtt pályázni. Számos előnye van annak, hogyha az önkormányzat nem önmagában pályázik majd erre a beruházásra, hanem a saját cégével közösen, gondolok itt akár egy áfa visszaigénylésre, vagy arra a rugalmasságra, amely egy önkormányzatnál nem feltétlenül van meg, de semmilyen problémát nem okoz, inkább csak előnye van ennek, úgyhogy ennek is örültem, hogy szintén egyhangulag fogadta el a képviselőtestület. Jelentősen könnyebb lesz kijutni a Bonyhád környéki ingatlanokba a következőkben. A zárt kertekbe vezető utakat folyamatosan újítja fel az önkormányzat. Ezúttal közel 50 tanya tulajdonos számára lesz könnyebben megközelíthető a területük és a tanyájuk. Az előző években, meg most is összesen körülbelül 2,5 kilométer földes utat újítottunk, felépítettük. Ebből az idén itt a Kadarka utca épült meg 410 méter hosszban, valamint az Óhegy felső utca 630 méter hosszban, és az Urihegyen a Buzavirág utca, az pedig 300 méter hosszban. Az Árkerti program pályázat idei eredményeit mutatja Kozma Anikó, a polgármesteri hivatal osztályvezetője. Idén összesen 1340 méter hosszban, 3350 négyzetméter felületen javították ki és újították fel az utakat, melyeken a telek tulajdonosok megközelíthetik tanyájukat vagy földterületüket. Évek óta az Agrárminisztériumnak az átkerti felújítási programjában földes utak felújítására tudtunk pályázni. 2018-19-ben már itt az Óhegyen valósultak meg beruházások, és a tavalyi nyertes pályázat során, most pedig itt ennek folytatásaképpen az Óhegy felső utca és a Kadarka utca került felújításra. Ez egy zuzotköves megerősítés alapú út felújításról beszélünk, kétoldali patkaképzéssel, csapadékvíz elvezetésével. A most megépült útszakaszok megközelítően 50 telek tulajdonos számára jelentik azt, hogy nem kell dacolni az időjárás okozta úthibákkal, gödrökkel, és nem kell attól félni, hogy leszakad egy kipufogó, vagy más sérülés éri a gépjárműveket. Az út egyébként megfelel a környezetvédelmi szabályoknak is, a darált betonalap réteget zúzott kő fedi. 24.879.000 forintos beruházásról beszélünk. Itt nem csak az utakat újítottuk föl, hanem az önkormányzat az előző pályázat folytán telepítette egy őshonos szilvafákkal teli területet, 125 szilvafát ültettünk. Ezt a szilvafást is bekerítjük, és két vadkamera került kihelyezésre. Arról, hogy mi lesz majd a termőre forduló szilvafás termésével, egyelőre nincs végleges döntés. Természetesen szeretnénk itt is folytatni majd az útfelújításokat. Remélhetőleg újabb nyertes pályázatunk lesz, illetve lesznek olyan pályázatok kiírva, amikor is ezeket a földes útfelújításokat tudjuk itt folytatni. Ezzel a projekttel a város a telek tulajdonosok legnagyobb gondját tudott enyhíteni. A területek egy jelentős részén a víz és az áramellátás is biztosított, és a tapasztalat az, mondja Kozma Anikó, hogy egyre többen tavasztól őszig ezekben a kisházakban élnek, és csak a téli hónapokra mennek vissza a városba. Az utak rendbetételével az ő életkörülményeik is javultak. Retro majális szervezett a Bonyhádi Gondozási Központ. Az idősek többek között sült kolbászt és pohár desszertet fogyasztottak,
És természetesen a jó hangulat sem maradt el. Sült kolbász kenyérrel, mustárral és erős paprikával, mindez papírtálcán tálalva. A régi időket felidéző retro majálist szervezett a Bonyhádi Gondozási Központ. Az intézmény vezetője azt mondja, az idősek nagyon örülnek és igénylik, hogy szinte havonta szervezzenek hasonló rendezvényeket. Igénylik a közösséget, a közösség jelenléte nagyon fontos a mindennapjaikban. Ígéretet tettem nekik arra vonatkozóan anyák napjakor, hogy még májusban egy jó nagyot bulizhatunk. Az időjárás is ezt ma lehetővé tette, és nagyon boldog vagyok, hogy nem csak a nappali ellátásban résztvevők, hanem az idősek otthonában élők is el tudtak jönni erre a rendezvényre, úgyhogy egy fergeteges bulit szeretnénk nekik szervezni, hogy hetekig tudjanak miről beszélni. Amikor én kislány voltam, akkor papírtálcán kaptuk a sült kolbászt, a kenyeret és a muster lenyomatot, és ezt próbáltuk visszahozni nekik, ezt az életérzést, ami ugye a 70-es, 80-es években volt. És a süteményt pedig ők maguk készítették, pohárkrémet készítettek, hogy a nehezebb étel mellé egy könnyebb desszert párosulhasson. Ugye az időjárásnak és az aktualizációnak megfelelően bódzaszörpött limonádét és persze kis rozét kínálunk föl nekik. Zselatin van a tetején, és a tetején díszítve lesz. Nagyon jók a gondozók, sok változott dolgok vannak, sütünk közösen a vendégeknek, és jól érzem magam, nagyon jó a társaság. Csobot Istvánné 4 éve tagja a központnak. Szeretettel várnak, meghívnak bennünket, és szeretjük a társaságot. A régi ismerősökkel találkozunk sajnos itt, akik ugyanilyen korosak, mint mi vagyunk, sőt idősebbek is, akikkel már régóta találkozunk, és jókat beszélgetünk. Hogyha valami vásár is van, minden segítünk, akkor volt a farsanga, a tombola sorsoláson is, úgyhogy mindenhol aktívan egymódban itt vagyunk. Nagyon sok szeretetet, nagyon-nagyon-nagyon, mindenki üdvözöl szeretettel, csinálják ezeket a szép kis összejöveteleket, és nagyon szeretünk ide jönni a férjemmel együtt. Jó étvágyat! Jó, én azt mondom, hogy teljesen feloldódott ez a rendszer, és annyira jó, hogy visszatértek a mindennapjaink, hogy ugyanúgy velünk vannak napi szinten. Nincs meg az a távolságtartás, ami a Covid nagy része alatt megvolt, meg kellett lennie, és ez egy felemelő érzés, hogy ismételten kontaktálhatunk személyesen egymással. Terveink mindig vannak, hiszen a nyár folyamán az egyik legfontosabb rendezvényünk a meglepetés kirándulás, amikor nem áruljuk el nekik, hogy hova fogjuk invitálni őket. Ez elengedhetetlen. A strandra kaptunk ismételten meghívást, hogy minden héten meglátogathatjuk jutányos áron a Bonyhádi strandot. Fontos, hogy pályázni szeretnénk ismételten a Virágos Bonyhádért pályázaton. Részt vegyünk, hogy megmutathassuk a városlakóinak, hogy az idősekkel közösen milyen szép udvart is bocsátunk a városlakói számára. Régóta dédelgetett álma valósult meg a majorsi lakosoknak, ugyanis egy vadonatúj játszóteret adtak át a településen. A beruházás közel 28 millió forintból valósult meg, teljes mértékben Bonyhád város önkormányzatának támogatásából. Új játszóteret avattak fel Majoson. A helyieknek már régi vágya volt, hogy egy korszerű, a bonyhádi családi pihenőparkhoz hasonló játszótéren játszhassanak a gyerekek. Majoson 2003-ban a futballpálya területén épült egy akkor fából épült játszótér különböző hintákkal, mászókákkal, és sajnos ez a közel 20 év megtette a hatását a fajátszótéren, és lehet használni mai napig, de sajnos állandó felújítást, karbantartást igényel, és ezért szerettünk volna, mert a jogos szülői igények merültek itt fel, hogy a településen egy új játszóteret létesíteni, és megbeszélve a városvezetőkkel ezt a területet választottuk itt a falu központjában, úgynevezett falu régi központjában, és ezért épült meg tavaly az összekötő járda a felső a falu rész között és az óvoda között, ezzel is segítve ennek az új játszótérnek a megközelítését, és szeretünk volna tényleg egy mai kornak megfelelő játszóteret a településen létrehozni. Most megvalósult, amit át tudtunk adni ezelőtt egy pár perccel, ami az itt élő fiatal családoknak egy nagy öröm, és én bízok benne, hogy akik Majost fogják választani lakóhelyüknek, hogy ez is egy döntési szempont lesz, hogy a településen van egy modern új játszótér.
de igyekszünk a település különböző városrészein továbbra is fejleszteni ezeket a játszótér elemeket. Ez volt a második állomásunk. Egy jogos igényt elégített ki az önkormányzat azzal a döntésével, amit már tavaly decemberben megalapozott, hiszen az akkori maradvány terhére úgy döntöttünk, hogy még a tavalyi árakon megrendelünk olyan játszótéri elemeket, amelyek nagy részt ebben a játszótéren kaptak helyet. Része az ifjúsági parkban, részben pedig a Bence utcai játszótérben lett telepítve, de a döntő többségét itt láthatjuk kerítésen belül. Az is fontos volt, hogy egy biztonságos játszóteret tudjunk avatni a gyerekeknek, ezért kerítettük körbe, és nyilván ütéscsillapítás, minőségbiztosítás, tanítványok, tehát mindennel rendelkezni kell ahhoz, hogy a szülők is nyugodtak lehessenek, hogy egy olyan játszóteret használnak a gyermekeik, amelyek reméljük, hogy inkább örömet szerez és nem problémákat okoz. A beruházás 100%-ban az önkormányzat forrásaiból valósult meg. Ez közel 28 millió forintot jelent. Ebben semmilyen pályázati pénz, semmilyen támogatás, akár uniós, akár hazai kormányzati forrás nem volt. A város a saját erejéből gazdálkodta ki, és a saját önkormányzati döntésünk alapján valósulhatott meg. Elsősorban a Bonikom Kft-t szeretném kiemelni, aki segítette a munkájával, hogy határidőre a gyereknapra elkészülhetett. Bízom benne, hogy a majosiak örömmel fogadják ezt a beruházást. Szerintem a vágóképeken is látszik, hogy nagyon gyorsan birtokba vették, és remélem, hogy tudjuk folytatni a sort, hiszen ezzel nem állunk meg, nem csak játszótérfejlesztés terén, hiszen már dolgozunk és a tervek készülnek a fáj lakótelepen. Szeretnénk egy családi pihenőparkhoz hasonló méretű nagy attrakcióval készülni a következő időszakban, és egyébként Majosra visszatérve pedig a játszótérektől eltekintve, egyéb beruházás, a következő feladat pedig a Majosi Kultúráznak a felújítása, amelyre már forrást az önkormányzat biztosította a februári költségvetési rendelet elfogadásával. Jelenleg a tervezési időszak zajlik, hamarosan elkészülnek a kész tervek, engedélyeztetnünk el őket, és azt követően kezdődhet a felújítás, bízom benne, hogy év végéig meg is valósulhat. A polgármester hozzátette, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Majosi sportpályán kerül megrendezésre a Városi Gyereknap. Egyet tartunk a városban egy olyan kezdeményezés alapján, amit évek, 20 évek elteltével itt a Majosi képviselők kezdeményeztek évekkel ezelőtt, és olyan szinten kinőtte magát, hogy inkább erősíteni szerettük volna egymást, és nem gyengíteni. Egy városban egy gyermeknapot szervezünk, legyen ez a Majosi, így van ez évek óta. Sajnos tavaly a veszélyhelyzet miatt ez elmaradt, ezért még nagyobb erőkkel készültünk erre a rendezvényre. Nagyon sok attrakcióval, színes programmal várjuk majd a fiatalokat, a gyerekeket, az ifjú családokat, de számos olyan attrakció lesz, amiért érdemes lesz kilátogatni a Majosi Városi Sporttelepre. Jövő héten, szombaton, június 4-én délután várunk mindenkit szeretettel az önkormányzat nevében. A két nagy költő, Petőfi Sándor és Arany János barátságának két évét dolgozza fel, az a színdarab, amit a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban tekinthettek meg az érdeklődők. Az előadás az 1848-as szabadságharc eseményeit, történelmi hőseit, a helyszíneket, Arany és Petőfi kapcsolatán keresztül az ő szemükkel figyelve és életükön átszűrve követi és jeleníti meg. Szeptember! Házasodom, barátom! Mit beszélsz? Házasodom! Hozok pálinkát! Petőfi Sándor és Arany János barátságába tekinthettek bele egy színházi előadás kapcsán azok, akik ellátogattak a bonyhádi Vörös Marti Művelődési Központba és jegyet váltottak a színdarabra. A két szereplős dráma az 1848-as szabadságharc eseményeit, történelmi hőseit, a kor szellemiségét megidézve, a két költő költészetén és életükön átszűrve követi és jeleníti meg. Érdekessége a történetnek, hogy a drámaírónőnk, Brestyánszki Boros Rozália, nagyon korhű és dokumentarista gondolkodásmód mentén csinálta meg a dramaturgiai szerkezetet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden mondata egy felhasznált, vagy levelezésből, vagy akkori önéletrajzi szemelvényekből összeállított párbeszéd. Igazából ami ebből egy
találmány vagy fikció az összekötő szálak, amiben időt és teret ugrálunk. Egyébként Arany és Petőfi barátsága abban a két évben, ami éppen a forradalom időszakára datálódik, és azon túl, hogy kettejük barátságáról beszélhetünk, betekintést nyerhetünk az akkori kor eseményeibe. A két szereplős előadáson keresztül még olyan híres írókkal is találkozhatott a közönség, mint Vörös Marti Mihály vagy Jókai Mór. A színdarab egy igazi történelmi és irodalmi kalandozás a múltban. Van egy főalakunk, a Petőfi, aki viszi a maga történetét, hiszen ő maga a forradalmi alkat, és ő érdekel bennünket, mint központi téma. És van az Arany, aki viszont hát ugyan nem a legjobb színész hírében áll, de fölvesz egy-két alakot a múltból, akiket felsoroltam már, és eljátsza őket. Tehát Arany csinálja a társaságot, vagyis a jelenet lehetőségét a Petőfinek, és ezt én játszom éppen. De nyilván olyan íróóriásokat, mint a Petőfi és az Arany egyrészt hálátlan, hiszen ők egy kicsit érintetlenek, de ugyanakkor meg hálás is megformálni, hiszen kihívást jelent úgy belebújni abba a szellemiségben, nyilván külalakra nem, hiszen nem tudok Arany Jánosként kinézni, de azt a szellemiségét átvenni, amit ő képviselt, az mindenképpen kihívás, és ez számomra egy nagy öröm is. Tehát ezt a nézőknek átadni a ma emberének szerintem kötelesség is. A két szereplő két különböző vérmérsékletű jellemet alakít, akiket összeköt a barátság, egymás tisztelete, hogy mindketten költők, a haza szeretete, elismerik egymás nagyszerűségét, sőt egymás életét és előmenetelét is segíteni próbálják. Mégis egyes helyzetek vitára ösztönzik őket, ahogy ez kiolvasható a levelezésükből, amit a szerző áttanulmányozott. Ami miatt nagyon izgalmas szerintem ez a szöveg, mert abszolút korhű. Tehát a drámaírónő, aki ezt elkészítette, felolvasott több százezer oldalt a visszaemlékezésekből, levelezésekből, és ezekből állította össze a dialógust. Tehát itt mi, tehát a két költő 1847-ben találkozik a Toldi kapcsán. Ugye ismerik egymást meg. Na, és ez a mai színdarab, ez ezt a két évet mutatja be, ami 47-től 49. júli 31-ig, amíg Petőfi eltűnik Segesváron, történik köztük. Leginkább Petőfi megvilágosításából. Tehát ami miatt ez szerintem egy izgalmas szöveg, mert 98%-ában ez 200 éves szöveg. Tehát ebben nincs fikció tulajdonképpen. És aminek még ellen akartunk menni, az, hogy nem mondjunk verseket. Tehát ne az legyen, hogy akkor most egy Petőfi vers, egy Arany János vers, hanem mutassuk meg az emberi oldalukat, hogy hogyan küzdöttek ezek, de még a versírással, vagy a verscsinálással, vagy Petőfinek a viszonyait. És ugye azt a korszakot, amikor tulajdonképpen Petőfi mindenkivel összecsap, kivéve Arany Jánost. És hogy egy picit megmutassuk azt, hogy tulajdonképpen olyan, mint hogy ez a két ember ma itt 2022-ben innen állna föl a közönség soraiból. Tehát, hogy picit lehozzuk őket a parnasszusról, és megmutassuk őket az emberi oldalukról. Mert a költészetüket azt úgy, ahogy mindenki ismeri. Nyilván Petőfi és Arany talán a két legjobban ismert költő. Jó, nyilván tudnánk még sorolni másokat mellettük, de ismerjük a költeményeiket. Viszont az emberi oldalukat nem, és ezt szerettük volna megmutatni. Az előadás egy hiánypótló előadás, hiszen a mai kor ember a két híres költőt a költészetükről ismeri, viszont az emberi oldalukról már kevesebb tudomásunk van. Ez egy nagyon komoly munka volt a drámaírónak a részéről, hogy ezeket a beszélgetéseket és ezeket a dialógusokat összerakja. És azt gondolom, hogy talán sikerül egy kicsit közelebb hozni őket. De persze ezt a közönségtől el majd megkérdezni, és nem akarom nyilván visszadobni a labdát, de meg álszerény sem akarok lenni. De azt gondolom, hogy ez egy jó, erős és szövegközpontú előadás. Tehát ugye itt látszik, 8 székkel játszunk, nincs több, nincs más. 60 percig fönt vagyunk mind a ketten a színpadon, és ami miatt szerintem erős a történet, mert rá kényszeríti a hallgatóságot arra, hogy végigfigyelje a 60 percet, és koncentráljon, és jöjjön velünk ezen az utazáson. A színdarabnak tanulsága is van a mai közönség számára. Az az érték, amit a két költő barátsága képvisel, az a szellemiség, a gondolkodásmód, az összetartó erő és egység, amit ők képviseltek, példaértékű a mai ember számára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!